Nehézségeket okoz a téli időjárás a kis településeken élő családok és idősek egy részének, ezért indította el a kormány a szociális célú tüzelőanyagprogramot. Az Egererdő ZRT-től Tenkre is megérkezett a szociális tűzifa, az első kocsival 12,5 köbméter, melyet még további szállítmányok követtek. Összesen 82 köbméterre vagyunk jogosultak, ennyi támogatást kaptunk a belügyminisztériumtól, és durván 90 kérelem érkezett. A fának az osztása az összes fa beérkezését követően fog történni. Az előző napokban lezúduló eső mennyisége meglehetősen nehezíti az erdei szállítást, több önkormányzat is várni kényszerült. Tenken vegyesen vannak benne vékonyabbak és vastagabbak, de a lényeg, hogy megérkezett. A belügyminisztériumi támogatáshoz köbméterenként 1000 forint plusz áfát kell az önkormányzatnak még hozzátenni, ezen kívül a szállítási költség, amíg lehozzák az erdőről, illetve a kiosztásnak a költsége terheli az önkormányzatot. Hát sajnos ez évről évre egyre többe kerül, de vállaljuk ezt a terhet. Az önkormányzatoknak február 15-ig kell szétosztaniuk a tüzelőt. A program azt a célt szolgálja, hogy a rászoruló családok tűzifához juthassanak, amellyel csökkentető az érintett háztartások rezsiköltsége.